Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió szerda esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Január 2-án született meg az idei év első makói babája, Fejes Dániel. Sportélet a Makói Városi Televízió műsorában. Gólzáporos mérkőzések a 7. Zsivadán labdarúgó torna nyitó hétvégéjén. Január 2-án látta meg a napvilágot az idei esztendő első makói babája, Fejes Dániel. A csöpséget szülei körében, otthonában Farkas Éva Erzsébet polgármester és Botlik Anita köszöntötte, mivel a képviselő körzetébe érkezett a kisjövevény. Hát kérem szépen, íme, városunk újszülöttje, legelső 2020-ban, Dániel. Botlik Anita települési képviselővel közösen látogatta meg Farkas Éva Erzsébet polgármester Fejes Dánielt, aki január 2-án délelőtt 11 óra 5 perckor 2660 grammal és 47 cm-rel született. A város vezetője televíziónkkal megosztotta, legszebb és egyben legnemesebb feladatai közé tartozik egy-egy újonnan érkezett makói lakos üdvözlése. Mindemellett kiemelte, 2018-ban elnyerték a Családbarát Önkormányzat díjat, mely köszönhető annak is, hogy az elmúlt évek során igyekeztek minél szélesebb körű támogatási rendszert biztosítani a helyi pároknak, gyermekeknek. Hozzátette, az idei esztendőben több juttatás összegét is megkívánják emelni. Az újszülöttek támogatását 50%-kal szeretnénk február 5-én képviselőtestületi döntés keretében elfogadtatni, illetve a beiskolázási támogatást pedig, amely az általános iskolásokat érinti, illetve a szüleiket, a 100%-kal szeretnénk az idei évtől támogatni, illetve megemelni. Miszerint a jelenleg 100 000 forint értékű babakötvény összege 50 000 forinttal gyarapszik majd, illetve 5 000 forintról 10 000 forintra emelkedik a beiskolázási utalvány összege. Makóváros önkormányzata az idei év első csöpségének a babakötvény mellett plusz 100 000 forintot biztosít, illetve egy babaszőnyeget is kapott a gyerkőc. Dániel nem csak a 2020-as év, de a Fejes házaspár első gyermeke is, és mint azt a szülőktől megtudtuk, a szülés komplikációmentesen zajlott, az édesapa végig felesége mellett volt. Én vághattam el a köldökzsinort is, ott egy élmény volt, és inkább tehát azt mondom, hogy mindenkinek csak javasolni tudom, hogyha választhat, akkor legyen ott a gyereke születésekor az édesanyja mellett, és láthassa, hogy történik ez az egész. Egy élmény, tehát erről nem szabad lemaradni. Az édesanyja televíziónkkal azt is megosztotta, hogy a nagyszülők nagyon sokat segítenek neki kisfia nevelésében. Anyósa például unokája szobáját mesefigurákkal dekorálta ki. Nagyon nyugodt, hát van egy éjszaka, egy kis periódus, amikor így szeret sírni, de igazából a csendesebb babák közé tartozik. Hát ezt, hogy anyuka vagyok, ezt még föl se foghatom. A fiatal makói pár a jövőben szeretné, ha Daninak lenne majd egy kis testvére is. Klubvezetőkkel, sportolókkal beszélgetünk és érdekes bejátszásokat készítünk. Ezzel várjuk Önöket legújabb műsorunkban a Sportéletben, mely ma este 18 óra 25 perces kezdettel fog debütálni. A magazin várhatóan havi rendszerességgel fog jelentkezni. Talán néhányan még emlékeznek arra az időre, amikor televíziónk heti rendszerességgel jelentkezett a Sportszerda című tematikus műsorával. Sok év elteltével úgy gondoltuk, érdemes lenne folytatni a munkát, hiszen a városban zajló sportélet azóta is tart, sőt egyre fellendülőben van. Több mint 30 egyesület képviseli magát a városban, akik világ, Európa és országos bajnokságon öregbítik Makó hírnevét. Többek között őket fogjuk bemutatni a Sportéletben, melynek első vendége Márton Imre, akivel településünk egy évszázados sporttörténelméről is beszélgetünk. Kellek olyan emberek, akik elkötelezetten, fanatikusan hisznek valamiben, és azt csinálják. És jelesül a sport területén egyes sportákban, azt gondolják, hogy tudnak is valamit tenni, próbálnak valamit tenni, és aztán meg is teszik, mert ez nagyon fontos, hogy a végső stádium is eljöjjön. És hogyha megteszik, akkor nyilvánvaló, néha váltakozva, hol az egyik, hol a másik sporták, hiszen emberek cserélődnek, generációk cserélődnek, ez is egy természetes folyamat, főleg, hogyha több mint egy évszázadról beszélünk, akkor létrejönnek ezek a sikerek,
Gyakran fordulnak meg Makón különböző eseményen élsportolók, olimpikonok vagy éppen magyar válogatott játékosok. Legutóbb például Vas Márton jégkorongozóval találkozhattak többek között az almás is diákok. Az egykori játékos bárom ezt már fogasra akasztotta televíziónknak elmondta, a meccseken szerzett élmények örök emlékül szolgálnak. Volt szerencsém bejárni az egész világot szinte miatt a sport miatt. Úgyhogy nagyon sok barátot, nagyon sok élmény, nagyon sok utazást, és tényleg egy olyan alapot tanított nekem ez a sport, amiből még ma is élek. Első adásunk vendégei továbbá a Maros Téli Sportegyesület elnökei lesznek, de bepillantást nyerhetnek a marosi pengék edzésébe is. Azt is megtudhatják, hogyan zajlott a 7. Zsivadán teremlabdarúgó torna nyitó hétvégéje, és egy maratoni futóval is készítettünk interjút. A beszélgetéseket ma este 18 óra 25 perces kezdettel tűztük műsorra a Sportéletben. Rövid híreket láthatnak. A Rádió Hétnek adott interjújában a kötet szerkesztője, Halász Tamás elárulta, tavasszal mutatják be a Makó Annó sorozat jubileumi kiadványát. A szerkesztő elmondta, hogy régen kapott ajándékba egy olyan könyvet, mely Veszprémet mutatta be képeslapokon, és ez adta az ötletet ahhoz, hogy Makóról is készüljön egy hasonló. Gyűjtő munkába kezdett, majd 2010 áprilisában megjelent az első kötet, és ezt később még kettő követte, mert annyi fotó és képeslap gyűlt össze nála, hogy sorozatot indított. A következő, áprilisra elkészülő kiadvány, ahogyan a korábbiak is, két részből áll majd. 1945 előtti és utáni fotókból, képeslapokból. Halász Tamás a rádiónak azt is elárulta, hogy a 45 előtti fejezetben látható lesz majd többek között az evangélikus templom és a bérpalota építése, a Hollósi Kornélia Színház bontása és a Kossuth szobor avatása, de szerepet kap a trianoni békediktátum centenáriuma is. Az 1945 utáni részben pedig a város egykori fotósa, Puszta János 1960 és 80 közötti képei találhatóak majd meg. Ahogy a korábbi kiadványok esetében, így az áprilisban megjelenő kiadvány sem kerül boltokba, hanem elő kell rendelni. Célszerű már januárban kitölteni az adóelőleg nyilatkozatokat, hogy a munkáltatók mielőbb figyelembe vegyék a munkavállalóknak járó kedvezményeket. Az adóból kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, illetve a bizonyos betegségekben szenvedőknek. Ettől az évtől 4 vagy több gyermeket nevelő anyák is kedvezményben részesülnek. A tárca számítása szerint mintegy 40 ezer édesanya összességében 20 milliárd forintot spórol. Fejenként 15%-kal több pénzt vihetnek haza. A családi kedvezmény egy gyermek után 10 ezer forint, a két gyermekes családoknak 40 ezer forintot, a harmadik gyermektől gyermekenként 33 ezer forint adó megtakarítást jelent. Magyarországon egyedülálló az első házasoknak járó adókedvezmény, amely havi 5 ezer forinttal segíti a házasságkötést követő két évben a frigyre lépőket. Idén havi 8050 forint személyi kedvezmény jár az adóból azoknak, akik rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek, és azoknak, akik olyan betegségben szenvednek, amely súlyos fogyatékosságnak számít. A tárca számítása szerint összességében több mint 1 millióan jogosultak adókedvezményre. Most pedig rendőrségi híreink következnek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei jelentős mennyiségű adózatlan terméket találtak a napokban Röszkén. A szerv munkatársai egy szerb autó ellenőrzését végezték, amelynek a sofőrje előzetesen nem jelezte, hogy szállítana vám és adóköteles árut. Ezzel szemben a pénzügyőrök a kocsi szigorított ellenőrzése közben annak hátsó lökhárítójában és a hátsó ülés alatt kialakított rejtek helyen összesen 1444 doboz Chesterfield márkájú adózatlan dohányterméket találtak. Ennek összértéke több mint 2 millió forint. Tehető. Nem sokkal később ugyanitt egy svéd személygépjármű akadt fent az ellenőrzésen. Ebben az esetben az autó hátsó ülése előtti táskából, valamint egy a csomagtartóban elhelyezett hátizsákból kerültek elő gyanús tételek, 350 tasak és 472 tabletta. A készítményekről kiderült, hogy egy bizonyos kamagra elnevezésű potenciálnövelőről van szó, ezek értéke több százezer forintra rúg. A NAV munkatársai az első esetben költségvetési csalás, míg a másodikban egészségügyi termék hamisítása miatt tettek feljelentést a sofőrökkel szemben.
2020. január 11-én 17 óra 15 perckor egy olasz állampolgárságú férfi egy román honosságú autószállító trélerrel jelentkezett kilépésre a Csanádpalota autópálya határátkelő helyen. Az említett szerelvényen egy BMW 316D típusú személygépjárművet szállított. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a csaknem 4 millió forint értékű autót a magyar hatóságok körözik. A nyomozók a gépkocsit lefoglalták. A tegnapi napon 2020. január 14-én a járőrök 7 esetben összesen 19 illegális bevándorlót tartóztattak fel Szeged, Deszk, Tisza-sziget és Röszke közigazgatási területén. Közülük 3-an afgánnak, 2-en palesztinnek, 1 fő líbiainak, a többi pedig szír állampolgárnak vallották magukat, de ezt és az országban tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták bizonyítani. Ezért a rendőrök visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határhoz. Ugyanezen a napon Csanádpalotánál egy teherautóban 12 migráns találtak megbújva, ügyükben a román hatóságok járnak el. Ugyanitt később egy másik török honosságú járművet ellenőriztek a határőrök. A raktérben 11, az oldalsó tárolórekeszben pedig további egy személy találtak. Közülük 9-en iraki, 3-an pedig török állampolgárnak vallották magukat. A török sofőrrel szemben embercsempészés, míg utasaival szemben tiltott határátlépés ügyében a román határrendőrség jár el. A négyszeres bajnok Bálint Optika csapata nélkül vette kezdetét immáron 7. alkalommal a Zsivadán kispályás teremlabdarúgó torna. Az idén 19 csapat jelentkezett a megmérettetésre 3 kategóriában. Régi hagyomány már városunkban, hogy az új évet egy rangos futballtornával kezdik meg a sport szerelmesei. Ahogyan az már megszokott, a legtöbben a nyílt kategóriában neveztek, ám néhány hiányzóval, ugyanis a rendszeres résztvevők közül többek között nem állított csapatot Kiszombor, Csanádpalota és a Makói Olimpik együttese, vagy éppen a címvédő Bálint Optika sem. Azonban új baráti társaságok léptek színre, mint például a Makói Roma válogatott, akik heti rendszerességgel készültek fel a tornára. Meg szerettük volna magunkat méretetni igazából, hogy milyen játékerőt képviselünk. Igazából ez a harmadik vagy a negyedik nagyobb tornánk, úgymond, és ugye, hogy helyben van, makóiak vagyunk, úgy gondoltuk, hogy elindulunk. Az első hétvégén több gólzáporos mérkőzést is láthattak a lelátón ülők. Az 5 méterszer 2 méteres kapukban mintegy 200 találat érkezett. Ezekből a vásárhelyi Cibó és barátai is kivették a részüket, akik elsőként 7-6-os arányban tudtak győzni, majd egy 4-3-as eredményt is felállítottak maguknak. Már gyerekkorunk óta együtt focizunk, és egy 2 éve alakult meg a csapat. Tavaly is jöttünk már ide Makóra, nagyon tetszett, és ezért jöttünk vissza újra. A csapatoknak megéri küzdeni, hiszen a csoportkörből csak az első negyedik helyezett jut tovább a nyílt kategóriában. Az idősebbeknél pedig a győzelmek fognak prioritást élvezni. A bajnokság végén értékes nyereményekkel térhetnek haza a legjobbak. Az éremoklevél serlegdíjazás mellett a korábbi hagyományoknak megfelelően a Hagymatikum idén is támogatja a tornát. Az első helyezett csapatok csoportosan majd meg tudják ünnepelni a győzelmet a Hagymatikumban, egy közös fürdőzéssel, illetve Ménesi Gábor is felajánlott megint a valamennyi résztvevő csapatnak majd külön díjat. A torna január 26-áig tart. A döntőre 18 óra 40 perctől kerül sor a Városi Sportcsarnokban. Addig pedig minden szombaton és vasárnap délelőtt 10 órától várják a szurkolni vágyókat a lelátó. Érkezzenek kiemelt híreink, még egyszer röviden. Január 2-án született meg az idei év első makói babája, Fejes Dániel. Sportélet a Makói Városi Televízió műsorában. Gólzáporos mérkőzések a 7. Zsivadán labdarúgó torna nyitó hétvégéjén. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd Fogadóra című közéleti magazinunkkal jelentkezünk, melynek vendége Kovács Sándor önkormányzati képviselő lesz. Ezután újonnan induló Sportélet című magazinunkat láthatják, végezetül pedig a Makói Magánzeneiskola koncert fúvó zenekarának újévi előadását tűztük műsorra.
Kedves nézőink, ez volt a szerda esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!